Az MTVA és a Hagyományok Háza idén immár a negyedik alkalommal rendezi meg a Fölszáradt apáva népzene és néptánc tehetségkutató műsort, amelyben most a gyerekeké a főszerep, és mi törökszentmiklósiak nagyon büszkék lehetünk, de egyébként a szolnokiak is. Köszöntöm itt a műsorban két kis fiatal csemetét, akik élőben benne lesznek a Fölszállott apávában, mint névtáncosok. Mikor kezdtetek el táncolni, és hogy találkoztatok egymással, mert hogy két különböző tánccsoportban vagytok benne, ugye? Én 5 éve táncolok, és igazából úgy találkoztunk, hogy a Szandi néninél, mint az én tanáromnak van egy másik csoportja, és úgy döntött, hogy én kicsi vagyok, és a másik csoportban is van, a másik tanítványai között is van egy kisebb fiú, és úgy gondolta a tanárom, hogy így összehoznak minket, és akkor így találkoztunk. A döntés az nagyon jó volt, úgy gondolom. Te hol táncolsz? Én a Szolnokon a Korinka néptánc együttesben. Én is 5 éve táncolok, és igen, így találkoztunk. Azt még nem mondtuk el, nagyon fontos pedig, hogy te itt a Örökszent Miklóson táncolsz, az Ezer Jó Szent Miklós néptánc együttesnél melyik csoportjában? A dobbantós. Mikor, miért kezdtetek el táncolni, amikor 5 évvel ezelőtt elkezdtétek? Én azért, mert mind a két testvérem táncol, és megtetszett nagyon. Nekem a népdal az nagyon tetszik, és amikor egyszer megnéztem, hogy a tesóm hogy táncol, mert ő hamarabb kezdett el táncolni, mint én, nekem nagyon megtetszett, és én úgy döntöttem, hogy én is akarok járni. Fölszállott a páva. Kinek az ötlete volt, hogy ti ketten így benevezzetek erre a műsorra? Bója Dávid és Nanásai Alexandra tanáraink ötlete volt. Amikor elmondták, szeretne benneteket benevezni erre a tehetségkutatóra, akkor tudtátok, hogy mi ez a Fölszállott a páva? Igen, tudtuk, mert még tavaly néztük mind a ketten a Fölszállott a pávát, és így, amikor meg mondta a tanárunk, hogy beszeretne minket nevezni, akkor mi már tudtuk, hogy mire. Volt előélete annak, hogy titeket egy ekkora nívós versenyre, tehetségkutatóra benevezzenek? Előtte voltatok versenyeken? Én egyszer már voltam a páván, a Korvinkában a nagyobb csoporttal, amúgy pedig már sok versenyen voltunk együtt. Az első versenyünkön akkor egy kiemelt nívó díjat kaptunk, ami úgy az első helyezetet mondja. Vissza akkor a Fölszállott a pávára. Milyen volt például a válogató? Nagyon sokan voltak, én nagyon jól éreztem magamat. Hány válogató volt egyébként? Azt nem is tudom. 2, egy ott a Szolnokon, amikor hozzánk jött a tévé felvenni, hogy mi hogy táncolunk, és a második a Szarvason volt, ami azt úgy nevezték el, hogy selejtező, mert hogy ott aki jobban táncol, mint nem jobban, hanem hogy ők ügyesebbnek tartják, azokat indították a következő fordulóban. Mit táncoltok, vagy mit táncoltatok eddig? Lesz-e változás? Új koreográfiát tanultak-e? Eddig jársági tanultunk, táncoltunk. Most Bukovinait tanulunk, ez lesz az élőadásban, és még egy tánccal készülünk, ha bejutnánk. Mennyi időt vesz el tőletek az, hogy ti most egyébként is táncoltok, és hogy most készültök a Fölszállott a pávára? Valamikor hétközben is, de amúgy hétvégén vannak a rendszerint próbák. Mikor lesz az élőadás, azt tudjátok? November 25-én. A Szolnoki Korvinka táncegyüttesben a Máté, az ugye kiemelkedően tehetséges táncos, és szerettük volna őt indítani már korábban is versenyen, de nem gondoltuk azt, hogy neki egyedül kellene, hanem így párban gondolkodtunk, viszont mivel ő a legkisebb, ezért nem találtunk neki megfelelő párt, és én felvetettem ezt az ötletet, hogy itt Törökszent Miklóson van egy Mátéhoz nagyon hasonló karakterű, meg alkatú lányzó, akik lehet, hogy jól mutatnának együtt, és hát ez így is lett jól mutatva. De már a Fölszállott a páva előtt is ők egy párt alkottak, sőt versenyen is voltak.
Igen, tehát ezzel a pávával igazából úgy terveztünk, hogy már majdnem egy éve előre mi ezt elterveztük, hogy mi szeretnénk majd ezen a versenyen indulni. És a páva előtt volt a Jászberényben egy országos gyermek szólótáncfesztivál, amit úgy gondoltunk, hogy egy jó ilyen előselejtező a pávára, és összeraktuk őket, és úgy néz ki, hogy bevált nívódíjjal jöttünk el onnan, és most benn vagyunk a páván is. Amikor kiderült, hogy bekerültek a 12 táncos közé, az nektek mit jelentett? Nekem nagyon nagy büszkeséget jelentett, ugyanis Letikét már 4 éve tanítom, és azt éreztem, hogy a munkám gyümölcse valamilyen szinten beérett. Úgyhogy én büszke voltam rá. Én is büszke voltam, bár nekem ez a páva az egy teljesen más verseny, mint a többi. Azt gondolom, hogy ez nem igazi verseny. Ide lehet, hogy bejutni a nehéz, de ez innentől kezdve ez most már nem verseny, hanem egy olyan közösségformáló műsor, ami azt gondolom, hogy minden gyereknek erőt adhat ahhoz, hogy igenis érdemes ezt a műfajt végezni és csinálni. Hány válogatón kellett átesniük a gyerekeknek, még bekerültek tulajdonképpen az elődöntőbe? Igazából 2 válogatón, volt egy területi válogató, ahol egy pontszámot kaptak a zsűritől, viszont utána a zsűri összeült, egy ilyen 12 tagú komolyabb zsűri, megnézték a területi válogatókon készült videókat, és utána döntöttek arról, hogy melyik legyen az a 12 pár, aki tovább jut, aki bekerül az élőadásba. Úgyhogy végül is 2 ilyen válogató volt. Azt tudjuk, hogy hány táncos közül válogatták ki őket? Összesen 360 produkció volt, ezt úgy kerültem, hogy ebben benne vannak a zenészek, énekes szólisták, táncegyüttesek és szólisták, és ebből 12 szólista került ki a legjobbak közé. November 25-én izgulhatunk majd a tévében a Fölszállott a páva produkcióban. A Török-Szent Miklós Jelzer Jó Szent Miklós Néptáncegyüttes dobbantós csoportjában táncoló Bontovics Letíciáért és párjáért, Mátéért, akik bejutottak az elődöntőbe, és benne vannak a 12 táncos között. Milyen volt, amikor megtudtad ezt a hírt? Először is hatalmas nagy boldogság, hiszen ugye most szeptemberben feleségemmel kezdtük ugye a 9. úgymond tanévet, tehát 9 éve vagyunk ezen a pályán. Ugye 2013-ban alakult a Szent Miklós Néptáncegyüttes, és tehát ugye most lehet itt 2 dolgot is szemügyre venni, de ugye 2013 óta ennyi mindent is ilyen szinten elérni, ez természetesen nagyon nagy büszkeség. Most ugye természetesen ez olyan fajta büszkeség, ami mondhatni, hogy az a része, hogy az oktatók, ugye Nánás Alexandráról van szó, az ő keze munkája ez a történet, de természetesen az a rengeteg háttérmunka, amit mi nagyon sok szeretettel ugye csinálunk és teszünk, tehát ennek az eredményét látjuk mi, úgyhogy nagyon jó, hiszen ez egy mutatás, hogy valamit jól csinálunk, jól szervezünk, és itt most szó szerint ugye a szervezésről van szó, jól csináljuk, amit csinálunk, hiszen ez egy nagyon